Többek között bort, házi készítésű sajtot, csokoládét kóstolhatott és különböző kézműves termékeket vásárolhatott az, aki ellátogatott május 23-án a Tolnai megyeszékhely piac terére. A különleges piac az úgynevezett slow living jegyében zajlott, melynek célja a helyi termelők fontosságának hangsúlyozása. Hát ez a mozgalom, ez a slow living hungary mozgalom, ez 33 éve létezik nemzetközi szinten. Olaszországból ered, egy Carlo Petrini nevű úriember találta ki. Igazából az volt a kiinduló pont, hogy ugye észrevette, hogy a veszélyben van az olasz kultúra, a föld, tehát hogy nagyon sok a gyors élelmiszer, ugye ez a fast food, és hát az olaszok ugye több mint 100 000-en összegyűltek, és protestáltak a spanyol lépcsőnél Rómában. És akkor 33 éve akkor szárba szökkent a slow mozgalom, és hát most már 140 országban van. Ugye ez életmód, mert igazából egy olyan zöld típusú, lokális értékekre alapozott életmód ez, amit a piros csiga jelképez, és a lassúság itt a minőséget jelöli legfőképpen. Azt, hogy a helyi termelők, majorságok, farmok, borászatok, éttermek nagyon fontosak, és az életünk része, és valójában, hogyha tőlük vásárolunk, tőlünk eszünk helyi, akkor sokkal finomabbat fogunk enni, sokkal egészségesebbet, mert ugye adalékanyagmentes ezek a dolgok, régi kulturális alapokon gyökereznek, tehát óvják a magyar kultúrát itt helyben, és hát ami nagyon fontos, fenntartható gondolkodásmódot képvisel, amúgy több ága van magának a slow mozgalomnak, van ugye a slow food, ami az ételek, van a slow wine, ami a borászatok, van a slow travel, ami úti célokat jelöl, tehát olyan vendégházak, kastélyszállók, olyan helyek, ahol ezeket az értékrendet ezt képviselik és fontos nekik, és hát van a slow art, meg slow fashion, ahol népművészek, képzőművészek, zenészek, illetve dizájnerek vannak a divatvilágában, akik a fenntarthatóságban hisznek. Szekeres Diana, a magyarországi slow mozgalom elnöke elmondta, hogy a Tolnai megyeszékhelyről, illetve környékéről már számos tagja van a törekvésnek. Az emberek túlpörgetett életmódja egyre jobban helyezi előtérbe azt, hogy szeretnének megnyugodni. Lassulni, minőségi dolgokat enni, inni, és hát olyan emberekkel találkozni, akik nem csak egy brandet képviselnek, hanem terméket, hitvallást, és hát fontos nekik a természetvédelem, a kultúra védelme. Igazából én ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez egy kulturális védőháló, amivel a természetet is védjük. És ez egy nagyon fontos dolog, mert ez a piros csiga a világszerte azt jelöli, hogy valami nagyon minőségi, nagyon helyi, és nagyon meg kell óvni. Mi a legfontosabb szerintem, hogy a saját szellemi holdudvarunkat is így szélesítjük. Tehát olyan emberekkel leszünk napi, heti, havi kapcsolatban, akik valamilyen szinten így a családjává válnak az embernek jó értelemben. Tehát én nagyon szeretek külföldre is így utazni, hogy tényleg slow mozgalmi tagokhoz betér az ember, ez egy nemzetközi család. Tehát akik külföldről jönnek például ide Szekszárd környékére, ők is már keresik a piros csigás helyeket, és örülnek és mosolyogva várják őket. És szerintem ez egy nagyon fontos dolog a mai világban, hogy ne csak az online térben érezzük otthonosan, hanem legyen egy olyan élő közösség, ami tágabb értelemben is egy családot képvisel. Rozét kóstoltam, Cabernet Sauvignont és kék frankost. Pünkösdi hétvégén nem csak a különleges piacra látogathattak el az emberek, ugyanis a szekszárdi borvidék pincészetei tartották a hagyományt, és a pünkösdi hosszú hétvégén kiváló helyi borokkal várták az érdeklődőket. Idén csak nem 30 szekszárdi pincészet fogadott vendégeket. Sokan kihasználták a lehetőséget, hogy végre kimozdulhattak a négy fal közül, és jobbnál jobb borok mellett élvezhették egymás társaságát. Igazi felszabadulás, főleg így a Covid után ez egy ilyen különlegesség, hogy minden szabadság. Az érdeklődők csak előreegyeztetett időpontban jelentkezhettek. Fekete Mihály szekszárdi borász szerint ez egy remek kezdet. Reméli, hogy az év fennmaradó része hasonlóan fog alakulni. Nyilván, hogy hosszú volt a szünet, amikor nem lehetett menni sehova, minden zárva volt. Még ugye sokáig a teraszokra se lehetett menni. Az emberek ki vannak éhezve erre a lehetőségre. A borász azt is elárulta, hogy melyik fajta bor volt a pincészetbe a látogatók kedvence. Hát amikor jó meleg volt, akkor a rozék, meg az ilyen világos borok, azok fogytak. Meg hát nyilván azok a rozé fogyasztó időszakok úgy kimaradtak, most bepótolják. Tehát a rozé megy, meg az ára is annak a legpublikusabb. De aztán minden más. Este felé, amikor már lemegy a nap, akkor meg aztán minden, ami a lapon van.
A szekszárdi borvidék borászai a pünkösdi hosszú hétvégén május 21-től egészen május 24-ig várták kiváló helyi borokkal az érdeklődőket.